elektromos mozdonyok az energiát áramszedőn keresztül kapják a 25 kilovoltos hálózatról. Mozdony áramszedői lehetnek félkarú, valamint ollós kivitelőek. A légköri eredetű túlfeszültségekkel szemben szilícium-karbidos túlfeszültség levezető nyújt védelmet. Primér feszültségváltó a primér feszültségmérőműszer, a null feszültség és túlfeszültség védelmi és a szinkronjel képző áramköröket táplálja. A BBC gyártmányú hagyományos főmegszakítóval az átvezető áramváltón keresztül helyezhető feszültség alá főtranszformátor. A főtranszformátor táplálja a segédüzemi és főüzemi egyenirányítókat. A mozdonyok biztonsági reteszelési rendszerének fontos balesetvédelmi készülékei közé tartozik a főmegszakító mindkét kapcsát leföldelő készülék. A tetőkijáró ajtó zárja a felső vezeték szabályszerű leföldelése után a földelőkészülékben lévő kulcssal nyitható. A főtranszformátor olajszigetelésű és hűtésű. A szivattyúval keringetett olaj a kényszer szellőzésű olajhűtő radiátorban hűl le. A táguló edény oldalán lévő olajszínmutatón az olaj mennyisége ellenőrizhető. A táguló edényt a főtranszformátorral a Buchholz gázérzékelő, a szabad levegővel a légszárító köti össze. A vontató motorköri tekercsek végei speciális, kiegyenlített mágneses teret biztosító koaxiális átvezetőköz csatlakoznak. A főtranszformátor vontatási tekercsének feszültségét forgóvázanként egy-egy félig vezérelt, hídkapcsolású egyenirányító szabályozza. Az egyenirányítók tirisztorai gyújtótranszformátorok gyújtják és illesztett biztosítók védik. Egy illesztett biztosító kiolvadása esetén a szabályozó berendezés a vontató motorok áramát korlátozza. Két biztosító olvadása esetén az egyenirányítót selejtezni kell. A V63003036 pályaszámú mozdonyoknál a főüzemi egyenirányítók jobb oldalán fiókokban helyezték el a tirisztorok gyújtásához szükséges elektronikus áramköröket. A fiókok előlapján lévő világító diódák fontos a hibakereséshez jól felhasználható adatokat szolgáltatnak a különböző áramkörök működéséről. A V63037056 pályaszámú mozdonyoknál a gyújtásszög vezérlő áramkörök a központi vezérlő és szabályozó egységben helyezkednek el. A főüzemi egyenirányítók erős áramú félvezetőinek hűtőtönkeit három darab szellőző ventilátorral keringtetett levegő hűti. Egy szellőző ventilátor hibájakor a szabályozó berendezés a vontató motorok áramát korlátozza. Két darab szellőző üzemképtelensége esetén az egyenirányítót selejtezni kell. Az egyenirányított áram hullámosságát forgóvázanként egy-egy simító folytótekercs csökkenti. A folytótekercseket a vontató motor szellőzővel átszívott levegő hűti.
Az egyforgóvászhoz tartozó vontatómotorok 3-3 darab pneumatikus működtetésű motor és fék kontaktorait egy szekrényben helyezték el. A kontaktorok segédérintkezői a vezérlő áramkör logikai rendszeréhez tartoznak. Minden egyes motor vontatási és fékáramát egyenáramú áramváltó méri a szabályozási kör számára. Az irányváltó egyforgóváz, vagyis három vontató motor forgó részeiben folyó áram irányát kapcsolja a menetiránynak megfelelően. Az irányváltó segédérintkezői fontos vezérlési feladatokat látnak el. Villamos fékezéskor a mozgási energia a külső gerjesztésű generátorként kapcsolt vontató motorok útján alakul át hőenergiává, az 1500 kW teljesítményű fékellenállásban. A fékellenállást a róla táplált egyenáramú motorral hajtott ventilátor hűti a leadott teljesítménynek megfelelően. A fékellenállást a fékkontaktorok vezérlő áramkörébe beavatkozó hőfokérzékelő védi a túlmelegedéstől. A hatpólusú hullámos egyenáramú és vegyes gerjesztésű marokágyas vontatómotor állandó teljesítménye 600 kW, maximális teljesítménye 980 kW. Az álló részben elhelyezett villamos hurkok a kerékpörgést érzékelő áramkör egyik bemenőjelét állítják elő. A vontatómotorok sorba kapcsolt külső gerjesztő tekercseinek áramát a segédüzemi feszültségről táplált teljesen vezérelt hídkapcsolású egyenirányító szabályozza. A forgóvázonkénti egy-egy selejtező hengerrel a következő üzemmódok állíthatók be. Mindhárom motor üzemben, első vontatómotor selejtezve, második vontatómotor selejtezve, harmadik vontatómotor selejtezve, mindhárom vontatómotor és a hozzájuk tartozó egyenirányító selejtezve. A selejtező henger segédérintkezői a mozdony vezérlő áramkörei beavatkoznak be. A nagy teljesítmény igényű segédüzemi berendezések meghajtására szabályozási körbe helyezett egyenáramú, kommutátoros, soros kapcsolású motorokat alkalmaztak. Külön félig vezérelt egyenirányító táplálja a légsűrítő hajtómotort, és a párhuzamosan kapcsolt főtranszformátor olajhűtő szellőző és vontató motor szellőző hajtómotorokat. Az egyenáramú motorok szabályozási köre áramkorlátozásos, fokozatmentes felgyorsítást és állandó motorfeszültséget, a szellőző motoroknál önműködő téli-nyári üzemet is biztosít. A T3 jelű szekrényben helyezték el a segédüzemi elektronikus egységeket. Itt találhatók a légsűrítő és a szellőzők egyenáramú motorjainak félig vezérelt egyenirányítói és a 220 voltos váltakozó áramú feszültség stabilizátor. A stabilizátor táplálja a T1-T2-T3 egységben lévő egyfázisú szellőző hajtómotorokat, az olajkeringető szivattyút és a vezetőállások kalorifereinek szellőző motorjait, valamint a V63003036 pályaszámú mozdonyokon az elektronikus áramkörök tápegységeit. A V63003036 pályaszámú mozdonyokon a T3-as egységben helyezték el az itt lévő tirisztorok,